Szervusztok, üdvözlök mindenkit! Elnézést, hogy egy kicsit késtem, de a késésemnek oka van, elromlott a darálom, és meg kellett javítani. És úgy gondoltam, hogy míg ott találtam a következő kukoricát a jószágaimnak, egy nagyon nagy felismerést tettem, és ezt meg szeretném osztani veletek. Mégpedig a lényeg az, hogy az mindenki látja, hogy vas, ami a kezemben van. Ez a darálónak a vas rostája, aki nem tudja. És a ferdő, hogyha előkérdezse belőle egy búzaszemet, amit hoztam, valahol az alján van. Ez a búzaszem egy nagy törcséren keresztül áramlik rá erre a rostára, itt forognak a kalapácsok, ami összeördi a szemet. Itt mutatok nektek egy búzaszemet, hát elég picike, nem tudom, hogy látjátok-e, ekkora konkrétan. Ez nem fér át ezen a szemem, ezen a lukon. Muszáj a darálónak eltörni. Illetve minden devizahiteles egy picit törődik a bankok őrlő malmai közt. Van, aki csak egyet ütnek rajta, ketté törik, és onnantól kezdve átfér ezen a lukon, és utána idézőben lehullik a földre, tehát megsemmisül, vagy kifizetve hitelét, vagy öngyilkos lesz, vagy bármi egyéb történik vele. Akkor mutatok egy másikat, az még picit nagyobb, ez a kukoricaszem. Ugye mindenki jól látja, hogyha ez egyszer fél betörik, még akkor sem esik át ezen a lukon. És így vagyunk ezzel mindegyikek, mindannyian, hogy bent vagyunk egy nagy örlőmalomba, darálnak, vannak keményebbek, akiket esetleg tovább kell darálni, vannak gyengébbek, akiket első ütésre akár szétdarálnak, és utána lehullanak a földre. Csak hogy van egy nagyon érdekes dolog, hoztam egy darab napraforgót, illetve itt látjátok, hogy van benne napraforgó, és ezt a napraforgót úgy gondolom, hogy ez a tudás. A napraforgó és a úgymond a darát emeli a fehérje tartalmát, és sokkal kedvezőbb a jószágnak, tehát sokkal jobban tud hígyét tőle a disznó. Viszont a daráló ezt is vele fele tudja keverni, viszont ezt vegyék úgy, mint a tudásnak, mert ha minél több tudást összegyűjtünk magunkba, és ne talántán egy 20-30% fölé emelkedik ez a tudás ebbe a darálóba, akkor ezek a szemek nem esnek át ezen a rostán, hanem itt bent a györlődnek, összeragadnak, egy mászt alkotnak, keményen megállnak, és lefogyják a darálót. És tönkre tud menni a daráló. Na most az én lelki személyem előtt egy óriási nagy tartály van, amint különböző módon be van keverve búza, kukoricas, ilyen napraforgó, és ugye szépen lassan darálódik, körlődik, lehet, hogy már több tudásunk van, 10-20% tudásunk van, de az még nem elég ahhoz, tehát még mindig megörölnek minket, mindig apránként összeörölnek minket, és így szépen lassan lehullunk. Viszont nagyon fontos ez a része a tudás, mert ha ezt a tudást egy szintig emeljük, vagy netalántán összefogva, egyszerre egy réteget alkotva kerülünk be a darálóba, akkor az a daráló ottól van megáll. Beleáll az anyag, és nagyon fontos, hogy a már összetört szem, az összetört szem, ami még itt pörög, az se fog kiesni belőle, mert összeragad. Tehát olyan lesz, mint egy sütemény, vagy egy kalács, egy mossza, itt bent. A daráló, ameddig bír, forog, egyszer csak nem bírja tovább a villanymotor, és lefüstöl. Viszont van még egy másik érdekes dolog, a kukoricát mutattam az előbb, és ugye mutattam, hogy ez egy kemény vas. De hogyha nincs a tudás, megfelelő tudás az emberek birtokában, akkor is érünk el valamit, mert mi, a kemény mag, ezt tudjuk elérni. Aki látja, sokáig itt jött be a daráló, itt folyt be a kukorica, fog meg egy cifeldőt tudjak mutatni. Itt folyt be a kukorica, így keverte a daráló forgot, és itt kikoptatta a kukorica annyira, hogy kiesik az egész kukoricaszem, és kiesik az egész búzas, kiesik az egész napraforgószem. Tehát itt fölülről csak így öltöd, és alul már folyik is ki, csak átkeveri. Szinte nem tör meg belőle semmit. Átkeveri. Tehát ha elég kemények, kitartóak vagyunk, akkor sem baj, hogyha nincs elég tudás, vagy nincs elég nagy tömeg mögöttünk. Ezt a rostát, mint ahogy látjátok, a fémet a kukoricaszemek meg tudták enni, hogy úgy mondom. Úgyhogy ebből láttam, és ezért hoztam lesz nektek, hogy a mi ügyünk is így fog győzelemre kerülni. Mi kemény kukoricaszemek, illetve ház napraforgók, hogy a tudást hoztuk és segítjük az embertársainknak, de akkor is át fogjuk törni ezt a banki rostát, és akkor is győzni fogunk, és akkor is szabadulni fogunk, és lásd, fölöttünk a tartályban levő összes deviza hiteles vagy hitellel rendelkező társunk is szabadulni fog. Úgyhogy azért hoztam ezt nektek, szemléltetek Vérnának. Köszönöm szépen!